Tisztelt komáromiak, kedves régióbéli barátaim! Idén, október 29-én összevont megyei és helyhatósági választásokat tartanak Szlovákiában. Az ország történetében először így nem csak polgármestert, de helyi képviselőket, de megyei képviselőket és megyei elnököt, ispánt is választunk, egy ugyanazon napon, ugyanabban a helységben, különböző színű borítékok segítségével. 5 év megyei képviselői tapasztalattal és ugyanennyi megyei bizottsági elnöki tapasztalattal a hátam mögött úgy döntöttem, hogy síkra szállok járásunkért a Nyitra megyei választásokon, és Komárom városáért Bauer Ildikó csapatában a helyhatósági választásokon. Ehhez szeretném kérni az önök támogatását, a ti támogatásotokat. A hátralévő 6 hétben egy nem túl tolakodó, ismeretterjesztő kampányra készülök, melynek folyamán bemutatom jelölttársaimat, a Szövetség Komáromi 8 megyei képviselőjelöltjét, valamint a megyei intézményeket. Hiszen az ember nem is gondolná, de bizony a megyei intézmények sokkal jobban befolyásolják a hétköznapjainkat, mint az első ránézésre tűnik. Az elmúlt 5 év rendkívül eredményes volt, több 10 millió értékben sikerült támogatást lehívnunk az intézményeink és a megyei utak felújítása számára. Látom értelmét tehát a folytatásnak, látom az értelmét ennek a munkának. Tartsatok velem!